Öt fájdalmasan hosszú év után végre elérkezett a pillanat, hogy újra versenypályára léphetünk. 2016 nyarán volt egy borzalmas autóbalesetem, ahol számos súlyos sérüléssel kerültem életveszélyes állapotba, és ezzel együtt kómába. Valójában úgy is fogalmazhatnék, hogy mindenem megsérült, de a legnagyobb veszélyt a gerincem és a koponyám jelentette. Sajnos ekkora sérülések után erősen megvolt a veszély annak, hogy teljesen fogyatékos leszek, tehát újra kellett tanulnom írni, olvasni és járni is egyaránt. De lásd csodát, 2021 van, és mi már készülünk indulni egy kétnapos versenyre. Talán már mondanom sem kell, hogy mennyi küzdelem, kitartás és műtét kellett ahhoz, hogy eljussak ide. Bizony, itt is vagyunk, közben meg is érkeztünk Szilvásváradra. A lovacskám mosolya valóban volt már őszintébb is, de eszeget. Eszik, megebédeltünk, legalábbis ő, én nem. Mindegy, aztán elkezdtünk szerelni. Edzésre készen, Zsófival és Zitával lementünk a pályára, lelovagoltuk a lovainkat, ezt követően visszaápoltuk őket, megetettük őket, letakartuk őket, és éjszakára ott hagytuk a boxban. Szellő arc kifejezése mindent elárul. Másnap reggel kivittük őket sétálni egyet a pályára, körülnéztek. Majd elérkezett a várva várt versenynap, amiről én naívan azt gondoltam, hogy teljes mértékben készen állok rá. Nos, hogy őszinte legyek, elég hamar kiderült, hogy ez nem így van. De ezt a videón is egyértelműen fogjátok látni, mert az eredményünkből is egyértelműen kivehető az, hogy még nem állunk készen, vagyis hát Szellőn egyértelműen látszik, hogy folyamatosan visszatart, nem megy előre. Igazából nem félt, hanem nézelődött, meg volt lepődve, nézett mindent és gondolkodott. Tehát rossz indulat nem volt benne igazából, csak a tipikus Szellő bámul, bambul, és olyankor egyszerűen még az alaphelyzetnél is nehezebb őt előre lovagolni. Alapból is egy igen nehezen lovagolható lóról beszélünk, mert ő nagyon sokat gondolkodik. Amivel igazából nincs is nekem bajom, mert én ezeket a fajta lovakat szeretem lovagolni, de ebben a helyzetben jobb tud lenni, amikor a lovat nem gondolkozik, csak rád bízza magát. A valódi probléma forrása az az volt, hogy szegény ló be sem volt melegítve. Tehát hallottatok már olyanról, hogy valaki elkésik a saját bemelegítéséről. Szegény egyáltalán nem volt bemelegítve. Negyed órán volt az egész bemelegítésre, és azt szeretném hozzátenni, hogy mivel neki nagyon hosszú a háta, neki sokkal több idő kell ahhoz, hogy bemelegedjen, mint egy átlagos lónak. Kénytelen voltam beleülni a hideg hátába, és megpróbálni végig lovagolni ezt a programot. Ez kisebb-nagyobb sikerrel végül is sikerült is, de szerintem mondanom sem kell, hogy egyáltalán nem vagyok büszke erre. Sokkal korrektebben is végre lehetett volna hajtani ezt a feladatot. Igen, mindjárt láthatjátok, hol kezdődtek az igazán nagy és látványos problémák. Hopp, igen, itt. Jó, és akkor persze keresztezünk is. Próbáltam korrigálni azzal, hogy utána hozom a hátulját, de természetesen ebben az állapotban lehetetlen volt, így végül felvettem és visszaugrattam helyes lábra. Megpróbáltam túlélni a program hátralevő részét, ez mondjuk, hogy sikerült is. Bármilyen csúnyán is, de végigmentünk. Itt megint hú, nagyon elakad a felvételben, pedig nem, egyáltalán nem erős a kezem. Jó lépés, a legeslegnehezebb jármód nála. Borzalmasan rosszul lép, mivel nagyon hosszú a háta, szinte lehetetlen maga alá léptetni, és feszes, és hisztizik, és beleüget, és kicsit kanca, és szörnyű, de szeretem, imádom, próbálom rendezni, még ezt az utolsó belovaglást valahogy összehozzuk, mondtam magamban.
Jó, elindítom, ügetés, már tekereg, már visszatart. Már konkrétan mondhatnám azt, hogy elengedtem magamban, de tisztán emlékszem, hogy itt már csak mosolyogtam. De így nem is tudom, magamon, vagy a lovon, vagy az egész szituáción. De elköszöntöm a bíróktól, és kimosolyogtam magunkat. Délután újra felültem, és lementem a pályára, hogy egy kicsit rendbe teszem. Mondanom sem kell, hogy csodálatosan ment. Ütemesen, tempósan ment előre, állítható és hajlítható volt, semmi probléma nem volt vele. Jutalomgyanánt egy kis közös legelés a Barikkal. Újfent megtörtént az esti rutin, és hirtelen reggel lett, úgyhogy felfontunk, és irány a pálya. Itt már szemmel látható lesz a különbség, hála jó Istennek. Már megy előre, és nem tart annyira vissza, mint előző nap. Látni lehet majd a programban, hogy egy kicsit otthonosabban mozgok már a négyszögben, mint az előző nap, de még mindig egy picit elveszett vagyok. Szerintem ez egyáltalán nem szégyelni való, hisz tudjuk, hogy gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolni kell a négyszögben való közlekedést is, és derekasan bevallom, hogy én az elmúlt 5 évben szerintem összesen 5-ször, ha jártam négyszög közelében. Egy hete találtuk ki, hogy erre a versenyre igenis el szeretnék jönni. Szemmel látható lesz a különbség, szóval szavakra talán nincsen szükség, csak hagyom, hogy élvezzétek. Még nyilván egyértelműen itt is van hova tovább, és rengeteg mindent kell korrigálnunk és pontosítanunk, de talán elmondhatom, hogy ebből már tudunk építkezni. Itt a felvételben változatlanul elakadt sajnos, amit még mindig nem értek, mert nulla kézzel lovagolom nagyjából. Mindegy, ezen is tudunk javítani, vagyis hát megpróbálunk. Ez a cél nyilván mindig előre és feljebb. Itt a megindulásra egészen elfogadható, egész normális tempóban. Mondhatjuk azt, hogy itt már boldogan érkeztem be az egyenesbe. Nem mondanám, hogy egyenesen is tettük meg azt az egyenest, de elégedett voltam. Elégedett voltam azzal, amit nekem adott. Tehát kibontottam a sörényét, megpuszilgattam, és megkapta a jutalom műzliét. Mint láthatjátok, hazaértünk, most már teljes a boldogság. Itthon vagyunk az örkényi furiózó sportlovardában, mínusz 100 kilóval, de rengeteg tapasztalattal. És már meg is van a következő kitűzött cél, május 1-én Pilisjászfalon találkozunk. Addig is nagyon szépen köszönöm annak, aki végignézte. Jó edzéseket és sok-sok sikert kívánok!